Jó estét kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! 5 évvel ezelőtt hunyt el Baló György, tisztelői, barátai, rokonai pedig egy kezdeményezéssel próbáltak megemlékezni rá. 5 újságírót kértek föl, hogy 5 különböző szövegen keresztül írják le, hogy mi a viszonyunk Baló Györgyhöz, illetve hogy mit gondolnak az ő újságíró szakmai jelentőségéről. Az 5 újságíró közül most 4-en itt vannak velünk a stúdióban, Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, igazoltan van távol, mert külföldi elfoglaltsága adódott, de lélekben ő is velünk tart. Mindjárt bemutatom, hogy pontosan kiket hívtunk el a ma esti adásunkba, de előtte egy rövid összeállítással készültünk, amelyben 2 igazán emblematikus, de talán kevésbé ismert Baló Györgyi momentumot szedtünk össze. Tehát először következzen a bejátszás, utána pedig kezdődik a beszélgetés. Jó estét kívánok, egy rendszerváltás szilveszterén. Az új év 1947-ben kezdődött és ma ér véget. 43 év után az első szabad választások eredményeinek televíziós közvetítésére, követésére készülünk. Ha velünk tartanak, amit persze remélünk, hiszen történelmi folyamat, történelmi pillanata ez, hosszú éjszaka vár önökre. Jó estét kívánok, Baló György vagyok. Milyen hetük volt? Mi sokat gondolkoztunk a sajtószabadságról, és nem csak azért, mert a jövő héten ezt is ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 146. évfordulóján. Petőfi és Táncsics korában nem volt rádió és nem volt televízió, amelyek szabadságát a márciusi ifjak ma követelnék. És ha ezt ma is a Nemzeti Múzeum kertjében tennék, behallatszhatna a rádióba. 1990 meglepetés pártja a Fidesz az elmúlt vasárnap Székesfehérvár Alba Régia sportcsarnokában rendezte 1994-es választási kampánynyitóját. Biztosítva látja az esélyegyenlőséget a médiában való szereplésre? Nem látom biztosítva, de sosem volt így. Tudnunk kell, hogy a médiában az üzeneteink át a vitelére kevés esélyünk van, és más eszközöket kell használni. Népfelkeléses kampányt kell csinálni, ezt így szoktam fogalmazni, sok embernek kell mozogni, nem kell tagnak lenni, hogy valaki részt vegyen a kampányban, egy ilyen jelvénye van, kampánytagnak is lehet lenni, meg kell mozdítani az egész országot. Csak a közvetlen kapcsolatteremtéssel lehet kiegyensúlyozni. A televízióban és a rádióban történteket, valamint azt is, hogy az írott sajtóban a mi pozíciónk rendkívül hátrányosak. Ez elég világos, ha valaki napi lapot olvas. És akkor megkezdjük a beszélgetést, itt van velem a stúdióban Új Péter, Moskovics Judit, Stumpf András és Kadarka Endre. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást. Ugye 2 bejátszást láthattak igazából a nézőink. Az első a borzalmas minőségű, ugye az a köztelevíziónak a tulajdona. Sokat elmond a kor viszonyairól, hogy a köztelevízió honlapján a mai napig nem érhetőek el rendes, jó felbontásban Baló György egykori műsorai. A második pedig ugye egy kvázi szamizdat műsor, ami 93-94 között konkrétan videókazettákon került terjesztésre, ami drót címen futott, és ami valamilyen módon az akkori kor média viszonyait próbálta meg kiegyenlíteni. Az első kérdésem nem szólhat más, hogy a Partizán van hozzátok, mint hogy nektek mi a televíziós ősélményetek Baló Györggyel kapcsolatban, elsőként Péter. Hát nekem körülbelül az, ami az első bejátszásban volt, tehát hogy a rendszerváltás pillanata az valamilyen módon Baló arcához és hangjához kötődött nálam. Én is ebben a pillanatban lettem gyakorlatilag újságíró, ekkor kezdtem ugye hivatásszerűen követni a híreket, és hát erre az eufórikusnak is nevezhető időszakra, bár mindig el szokták mondani, sok, hogy nem volt eufórikus a rendszerváltás, de azért én olyan környezetben mozogtam, ahol az volt. A magyar sajtóban jellemzően azért az volt, tehát ez mindenkinek egy nagy fellélegzés volt, és a keresése az új lehetőségeknek, meg a sajtó új helyének a társadalmi működésben. És ebben az biztos, hogy televízióban nekem a legemlékezetesebb az a Baló szereplése volt a politikai újságírás szférájában, illetve hát nyilván a választási műsor, amikor a 90-es első szabad választást kellett lehozni, ugye úgy, hogy az országnak aztán semmiféle tapasztalata nem volt abban, hogy hogyan kell egy ilyen választást megrendezni, hogyan fog működni egy többpárti demokrácia, és egy tévés újságírónak pedig semmilyen tapasztalata nem lehetett arról, hogy milyen egy élő választási műsor. Úgyhogy ez egy ilyen halálugrás volt. Én nem tudom, hogy az akkori tévések, akik még élnek és dolgoztak ezekben az élő műsorokban, hogyan emlékeznek rá. Én ugye nagyon távol voltam mindig a televíziótól, de biztos, hogy egy nagy halálugrás lehetett. És ezt egyébként én, ahogy emlékszem, a Baló halálos magabiztossággal hozta le. Tehát az ő akkori szereplése szerintem emlékezetes. András?
Nekem ugyanez, csak nem úgy, hogy újságíró voltam meg, de nagyon az eufóriát éreztem volna, mert gyerek voltam, és a szüleim nézték a tévét, de általában én ilyen korabén kiskölyök voltam, szóval belenézegettem a választási műsorokba, úgyhogy nekem pontosan ez a felvétel volt. Ezt láttad konkrétan tényleg? Ezt láttam konkrétan, igen. Azóta mondjuk többször megnéztem, mert nagyon érdekes megnézni tényleg, hogy az a lírázás, ami, tehát hogy ez a bizonytalanság, hogy hogyan is tudósítunk, az azért még benne volt a dologban, ez a szilveszter 47-ben, stb. Tehát, hogy valamiféle lírát is belevitt abba, amit ma már egy választási műsorban általában nem szokás, nem jó estét kívánok, akkor ez és ezekkor, és akkor kapcsoljuk a Kaposvárt. Szóval, hogy ennél sokkal több, meg sokkal publicisztikaibb volt a megközelítés akkor, de semmiképp sem pártos módon, hanem csak egyszerűen úgy, hogy ilyen értelmiségiesebb volt a televíziózás. Hogyha így visszanézzük ezeket a műsorokat, szerintem ez nagyon látszik. De nekem is nagyjából ekkor volt az első élményem, csak még kölyökként. Judit. Szintúgy, tehát én emlékszem, hogy 13 és 14 éves kor között voltam, és hát a szüleim imádták egyébként a hangulatot, ami akkor így uralkodott, tehát hogy így ugyan én mással voltam zömében elfoglalva, de annyira sokat foglalatoskodtak ezzel a tematikával és magával a politikai helyzettel, hogy nem lehetett nem figyelni rájuk. És hát erre a pasira se, bocsánat, de én akkor nekem egy pasi a tévében volt a Baló György. Tehát emlékszem én is erre az egy felvételre, hogy na ez átverte nálam is az inger küszöböt. És nem lehetett rá nem figyelni. És emlékszem, hogy ezt mondtam az apámnak is, aki azt mondta, hogy persze, hogy nem, hát ez egy kétagyú csávó. Kétagyú? Kétagyú. Szerinte olyan, mintha két agya lenne. Tehát, hogy ilyen nincsen, hogy valaki ennyire sok információt és tudást képes összerakni és előhozni adott helyzetben. És ez valóban aztán később, amikor sokkal-sokkal később én megismertem a Balót, ez tényleg így van. Endre. Körülbelül ugyanerről tudnék beszámolni, én az előttem szóló. Konkrétra nem emlékszem, tehát választási műsorra, de hogy volt egy portré műsora, kettesben beszélgetett emberekkel, én azokat felvettem VHS-re, szerintem Eszterházy jól is beszélgetett, iszonyatosan jól tudott beszélgetni, és az egyiket visszanéztem a cikk megírása előtt, és ami engem igazán bevágott, és az nyilván fiatalon vagy gyerekként nem hagyott bennem ekkora forgatónyomatékot, hogy iszonyatos erős televíziós jelenléte volt. Bennem ez nem maradt meg akkor ennyire. Tehát a csöndjeivel, egyáltalán a jelenlétével is, amit Judit is említett, az mérhetetlen okosságával így kitöltötte azt az egészet. Amúgy szerintem digitalizálnod kéne ezeket a VHS kazettákat, mert most viccen kívül mondom, az adásra készülve tennap este egy órát eltöltöttem a NAVA archívumában, a Magyarul Balóval adásokon kívül két ilyen csenevész MTV-s felvétel érhető el összességében, a YouTube-on meg kb. Annyi, amit most láttunk ebben a bejátszásban, meg majd még egy, ami következik majd az adás felén, tehát konkrétan Baló György munkásságát mi lehet ma visszanézni. Elképesztő, de fönn van egyébként a 2006-os Gyurcsány és Orbán. És Orbán. Részletesen. Részletesen. Vagy részletekben, bocsánat. Részlet. Egyben van fönn, az egész. Tegnap este visszanéz. Igen? Igen, talán fel, akkor majd küld át, és akkor berakjuk majd kommentbe. Én az Orbánnak a felét találtam meg, én is mikor mielőtt írtam, akkor visszanézegettem ilyen régebbi felvételeket, hát sokat nem tudtam. Melyik felét? A jobbikat. Igen. Ugye a második bejátszásban pedig ez a Drót című műsor volt látható, amit szerintem érdemes így felidézni a nézők számára. Én ezt szintén nem láthattam akkor, amikor elkészült, de hát egyrészt egy ilyen elképesztően szegényes díszletben, konkrétan ott a Magyarország, ahogy sziluettben föl van rakva a Baló György háta mögé, az ilyen, ha jól értem, lámpafűzérekből van összerakva. Ugye az Orbánnal való interjúban azért látjuk végig Orbán Viktort, mert felteszem, hogy egyetlen egy kamerájuk volt, amivel csak az interjú alany tudták fölvenni. Ugye ez a Soros Alapítvány pénzéből ment, bár akkor ez még nem számított halálos bűnnek és újságíró szakmai véteknek. Szerencsé, hogy egyáltalán volt valami finanszírozás erre. Szerintetek mik voltak még ilyen fontos, emblematikus tévétörténeti bravúriai Baló Györgynek, ami kevésbé ismert, mert nyilván ez a 2006-os Orbán-Gyurcsány páros interjú, erről részben írtatok is, részben egyébként pont most így a beszélgetés előtt meg is emlékeztünk, és valószínűleg ez talán szélesebb körben ismert, de talán a Drót című adás nem. Mi az, ami nem ismert szerintetek Baló György munkásságából, de jó lenne esetleg, ha több fény kerülne rá? Judit? Hát én a sportról ilyen mélységekben nem tudtam, amilyet például a Péter írt, de aztán eszembe jutott, mert mondták a kollégáim, akik a TV3-ban együtt dolgoztak vele, hogy elképesztő módon érdekelt. Az amerikai foci, ugye jól emlékszem? Amerikai foci is kosárlabda, és igen. Igen. Igen, tehát ez szerintem nekem egy új vonal, ami így elsőre a Balóról, nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut. Péter? Volt egyébként, ő közvetített olimpiát, ugye? De volt valami sport. Ő sportriporter akart lenni eredetileg, igen. Talán, és a koronán sodorodott át a
Hát figyelj, ez azért nehéz kérdés, mert tényleg vissza kellene nézni, tehát hogy így fejből bele, tehát azért egy hírújságíró, már pedig ugye a Baló Gyuri mindenképpen ebben a közéleti hírműfajban utazott, és nem nagyon szimpadias dolgokba. Ugye jó mondta az Endre, hogy volt egy olyan tévés jelenlét, ami nagyon erős tévés jelenlét volt, de hiányzott belőle mégis az a nagyon szimpadiasság, ami egyébként a magyar tévézésben inkább jellemző, hanem ő, az ő jelenléte az inkább az intelligencia jelenléte volt a képernyőn. Én mindig úgy éreztem. Még az a fajta szimpadiasság is hiányzott belőle, ami mondjuk az amerikai közéleti tévézésben egy nagyon fontos dolog, hogy te ilyen híres riporter legyél, ahogy mit tudom én, ugye a Larry King az emblematikus figura, én is arra hivatkoztam, hogy a Rosentroger, a szemüveg, minden idő, és azok a gesztusok, az nagyon ki van találva. A Balóból ez is hiányzott, és mégis volt egy nagyon erős jelenléte, de az ő bravúrjai szerintem azok igazából olyan apró bravúrok voltak mindig, amit élőben kellett csinálni, lásd egy közvetítés. Ugye szerintem egyébként annál a bizonyos első választási műsor nagyobb bravúrt senki nem fog tudni bemutatni. Tehát, hogy te először csinálod ezt a dolgot, mert senki nem csinálta még az országban, a környéken se, a régióban se. És fejest kell beleugrani, az biztos, hogy annál nagyobb bravúrt nem fogunk találni, hogyha megszakadunk se. De tényleg érdemes lenne végignézni, de ahogy te is elmondtad, hogy azért ez ütközik némi nehézségekbe, hogy megnézzük a munkáit. Meg hát szegény hírújságírásnak még ez is a nagy pekje, hogy hát nem az örökké valóságnak készül, hanem az aktualitásról szól, és hát ahogy elöregszenek az események, maga az érdekessége is elöregszik, és egy ilyen szomorú, hát bizonyos szempontból szomorú, de hát egy emlékműsorban vagyunk, alkalom kell ahhoz, hogy akkor meglegyen a motiváció, hogy ezeket végignézd, mert vagy valami szakmai kíváncsiság kell legyen. Péternek teljesen igaza van, de azért volt egy-két olyan történés, ami egy ilyen történelmi nap lett mondjuk a magyar demokráciában. Ilyen például az a 2006. szeptember 17-18, és hát ugye ő akkor pont benn volt, és ez erre persze mindenki emlékszik, tehát én sem tudok olyat mondani, pontosan ezért, mert tényleg nagyon jól hozott le, nem csak egy választást, egy csomó választást, nagyon jó interjúkat csinált miniszterelnökökkel, Antal Józseftől kezdve, Gyurcsány Ferencig bezárólag, Orbán Viktorral már miniszterelnökként nem, hogyha jól emlékszem, tehát a 2010 utáni miniszterelnökként nem, de korábban 2002 előtt igen. Tehát, hogy addig... És ez nagy fájdalma is volt egyébként, hogy hiába kér interjút, nem kap. Igen, ez nyilván ott kezdődött 10 után, meg hát ők tesékelték ki a tévéből, de hogy például 2006 a szeptember 18 este, amikor ugye láng ég az ő kocsija, és közben viszont élőben tudósítja, hogy mi történik, és beszélget Török Gáborral, meg nem is tudom, ki volt a szociktól. Navracsics Juhász Ferenc volt, és Juhász Ferenc volt még bent, így van. Ez a Török Gábor. Igen, Török Gábor már mondtam. De hogy az, ahogy azt levezényelt, és pillanatok alatt kellett dönteni, hogy bemondja, nem mondja be, beolvassa, vagy nem olvassa be a követeléseiket, akkor csitul a dolog, vagy inkább még többen jönnek, hogy a követeléseket olvas be. És ezeket úgy tudta végig gondolni élőadásban, hogy közben beszélt, közben kérdezett, és közben fülére jöttek ezek az apró információ morzsák, és azokból kellett összerakni, hogy na most akkor hogyan tovább. Viszont nagyon szépen megoldotta, nagyon elegánsan tudta megoldani, és pont azért nem is kellett neki felvenni ilyen ripacspózokat, abban is igaza van Péternek, hogy ez elég jellemző azért a magyar televíziózás egyik vonalára, ez a showmankedni próbálunk, hát csak rosszul. Talán mindenhol, nem csak a magyar. Igen, igen, de neki, egyébként szerintem ő, ami másnak mondjuk hátrány lett volna, ő abból faragott elő, tehát neki nem volt szüksége arra, hogy valami Rosentroglit vegyen föl, mert ott volt az a beszédhibája, ami annyira nyilvánvalóvá tette, hogy a figura az figura. Tehát, hogy nem kell hozzá Rosentrogel. Egyébként tök érdekes, hogy én most hallottam meg a Balónak a beszédhibáját. Én soha nem vettem észre a Balónak a beszédhibáját. Pedig még a Bagina csapáros is megcsinálta a Paló György vagyok. Valamitől, nem tudom miért, de valószínűleg az ember agya így működik, hogy tök másra figyeltem. Én most, hogy így ezt olvastam, meg utána, már utána úgy néztem, én nem, nekem nem tűnt fel, tök érdekes.
Egyáltalán nem. Tehát, hogy annyira szuggesztív személyiség volt szerintem, és posztalan, tehát amit te mondasz, hogy így neki szerintem nem is volt szüksége, vagy nem is lett volna szüksége ilyen kellékekre, hogy valami... Nem érdekelte őt. És egyébként tényleg nem érdekelte. Tényleg. Ez, amit sokat ismételgetett interjúkban, hogy ez nem cél, ez egy eszköz. Tehát ő nem a tetszelgés részéért akart a televízióba lenni, szerintem. Én nagyon kevésszer találkoztam vele, távolról csodáltam őt. Ebben a bizonyos megemlékező cikkben én ezt is hangsúlyoztam ki, én senkit, legalábbis én nem emlékszem olyanra a magyar televíziózás általam ismert történetében, hogy valakit ez a része, az előlevés része ennyire ne érdekeljen, és mégis ilyen kétségbe vonhatatlanul és megkérdőjelezhetetlenül jó legyen valaki. Én kizártnak tartom, hogy ő például számára nem vállalható bulvár interjúba valaha is belement volna. Én hívtam őt többször interjúba, mereven elzárkózott. Te voltál vállalhatatlan bulvár. Még csak azt sem mondanám, remélem, hogy nem. Azt mondta, hogy nem ad interjút, és nem szeretne. Magánéletéről egyáltalán megillan. Szépeket üzent, de azt mondta, hogy nem jön. Tehát meg se próbáljam azt. Megpróbáltuk még egyszer, nagyon elzárkózott. Nekem ez például nagyon irányadó. De a legfontosabb mondat, ezt mindenképpen szeretném mondani, Braun Róbert a 24.hu-n szerintem nagyon szépen emlékezett róla, és volt egy, szerintem tűpontos és nagyon adekvát kifejezés, hogy mondat Baló Györgyel kapcsolatban, hogy ő nem azzal akart befolyásolni, vagy nem azzal befolyásolt, amit mondott, hanem amit neki mondtak. És szerintem ennél pontosabban kifejezni az én riporteri arcpoétikámat nem nagyon lehet. Szerintem, nekem ez egy nagy rádöbbenés volt, végső soron ez a mi célunk, ez a mi küldetésünk vagy feladatunk, hogyha ott vagyunk. Nem mi vagyunk a lényeg, és ez Baló nagyon-nagyon jó példázta. Az a lényeg, aki ott van, és azáltal teszi nagyjá, érdekessé, izgalmassá, vagy épp ellenszenvessé a vele szembe ülőt, hogy ő megteremti a létező legfontosabb és legnagyobb tudású körülményeket és lehetőségeket. Egy mondatot hagyd mondjak az a kapcsolatban, ami nekem, ha nem is ősélmény, de szerintem méltatlanul elfeledett Baló Györgyel kapcsolatban, az a riporter kerestetik. Én akkor találkoztam vele, voltam 18 éves. Olyan magától értetődő sallangmentességgel csinálta azt végig, annak volt egy 65 része, hogy ma beleborzongok, hogy szóval azt a, nem tudom, másfél órányi felvételt négyszer egy nap hiba nélkül hozta le, olyan rutinnal, olyan eszköztelenül, olyan gondos emberséggel, hogy időnként odajött hozzánk és mondott egy-egy fél mondatot, ami nagyon pontos volt. Ezt is írtam ebben az emlékezésben, hogy szerintem őneki nem nagyon volt fölösleges szava vagy mondata. Tehát ha kérdeztünk tőle valamit, akkor ezt nem vitte túlzásba, tehát nem 10 percig beszélt, hanem olyan szabatosan, olyan lényeglátóan és olyan élesszeműen mondott kettő mondatot, hogyha valakinek erre volt igénye, hogy ebből meghallja a lényeget, vagy a rávonatkoztatva hasznosítható tanulságot, akkor nagyon sokat lehetett ebből tanulni. Egyet, hogy mondjak, ezt elsők között tanultam meg. Ott egy borzalmas interjú, egyik feladat az volt, hogy a cigány primással kellett interjút készítenem, mert hogy a 100 tagú cigányzenekarnak nem adtak pénzt, nem tudom, a minisztérium dotációja eltűnt a szövevényben. És mentek az összegek körüli kérdés-feleletek. Én azt éreztem, hogy hát 18 éve minden rutinjával szenzációsan sikerült. Mire Baló azt mondta, hogy önök 10 millió forintról beszélgettek. Mennyiből gazdálkodik a magyar, vagy a 100 tagú cigányzenekar? Mennyit ér az a 10 millió? Mihez képest sok? Mihez képest kevés? Maga beszél 10 millió forintról, és a nézőnek fogalma nem volt, hogy ez mit jelent az ő életében. És én akkor megjegyeztem egy életre, hogyha számokról beszélünk interjúban, azt mindig egy nagyon biztos és pontos viszonyrendszer alapján, vagy koordinátorrendszerbe kell elhelyezni. Judit, te egy személyes sztorit osztottál meg a saját megemlékezésedben, és azért is van egy különösen jelentősége, felteszem, hogy ezért is ezt választottad, mert a kegyelmi botrány miatt újra hát az érdeklődés homloktérébe került a bicskei gyermekotthonban elkövetett bántalmazásoknak a története, és leírod azt, hogy 2016-ban ő igazából hogyan nyújtott neked szakmai támogatást, vagy egyfajta emberi támogatást is abban, amin akkor keresztül mentél, és amikor a videó, vagy hát a riport akkor végül publikálásra került, akkor ő így fogalmazott a te megfogalmazásodban. Lényeges, mert annyian mondják évek óta, hogy a Broadcast TV-nek vége, hogy mi fog történni, mert azt gondolom, hogy ez az, amire csak egy nézett tévécsatorna képes, ez az, amit semmilyen más médium nem pótol. Szóval amolyan case study arról, hogy hogyan áll a tévé, nem az RTL, hanem a TV általában 2016 őszén. A bűnösök börtönbe kerültek, te elmentél, így zárod a megemlékezést. Igen. Igen, ő nekem...
nagyon sok támogatást adott akkor, inkább olyan szempontból adott támogatást, hogy ugyanabban a napnak ugyanabban a szakában dolgoztunk mi ott bent. Tehát én általában, amikor végeztem, akkor késő este volt már, és akkor ő is körülbelül akkor végzett, vagy egyszerre cigiztünk a ház előtt, és nekem meg tök fontos volt, hogy legyen valaki, akivel meg tudom osztani az ilyen dilemmáimat ezzel az egész dologgal, üggyel kapcsolatban. És nagyon fontos volt időnként csak annyi, hogy így végighallgatott, mondott egy-két mondatot, mert csacsogni utált, tehát hogy ő baromira nem szerette az ilyen fölösleges tartalom nélküli, csak úgy dumágassunk át, tehát hogy így, ha ebbe bárki belekezdett, akkor azonnal lekeverte, tehát azt ő nem kilépett belőle. De ez azért érdekelte nagyon ez az egész történet, mert azt mondta, hogy egyrészt televízióban nagyon nehéz tény feltárni, ami igaz, tehát nem véletlenül nem tártunk tény fel mi előtte hasonló jellegű ügyeket, mert hát így, amint a kamera elől kerül, így nagyjából le is fagy az egész. És ő nagyon kíváncsian várta, hogy ebből én mit fog kihozni. Tehát egyszerre volt kíváncsi, és egyszerre volt támogató ebben a dologban, és egy kicsit féltett is egyébként, ez tényleg így van ebben az egészben, főleg így a vége felé, amikor már forgatás része volt, és akkor így... De a következményektől, vagy attól, hogy látta, hogy téged ez mennyire beszippant, adott esetben fel is emészt? Egyrészt a tartott attól, hogy nem tudom megküzdeni a csatáimat a cégnek a jogi osztályával, mielőtt adásba kerül, és akkor erről is mindig konzultáltunk, hogy ez éppen hol tart, és mik a dilemmák, és mit kell még végig gondolni, és még leellenőrizni, és még megnézni, és hol tart ez a dolog, és akkor így jött szembe a fős, és csak így, na, hol tart, és mondom, most már mindjárt megvan, de körülbelül csak így ezen a szinten. De hogy inkább abból a szempontból, nem a következmények miatt féltett, hanem az akkori állapotom miatt, amiben én hoztam magam gyakorlatilag a végére. Tehát, hogy tényleg biztos nem csinálnám ezt még egyszer így. Ez egy tök jó tanulópénz volt, de egy kicsit igen, egy kicsit így beteg lettem én ettől akkor. Aztán utána ki kellett ezt pihenni. De ő ettől féltett, igen, hogy fogjam fel, mondta, és ez egy tök fontos állítása volt, hogy nem ez az életed. Tehát van egy életed, ez egy televízió, ez a munka. És ez fontos. András, te is egy személyes történetet osztottál meg vele kapcsolatban, azt, hogy milyen pikáns módon indult igazából a viszonyatok, gyakorlatilag leteremtett szakmailag, és egy fontos tanulságot vontál le ebből. Ami engem kifejezetten érdekelne, hogy most beszéltünk erről a 2006-os Gyurcsány Orbán páros interjúról is. Szerinted Baló György meg tudta azt építeni, ami nagy ritkaság ebben az országban, tehát hogy politikai oldalakon átívelően volt respektje, tehát ilyen értelemben nem tudom én, a konzervatív jobboldali közönség is úgy tudott rá tekinteni, mint a köztelevíziózás egy kikonyára, vagy pedig azért ez egy kicsit árnyaltabb képet alkot szerinted? Ez attól függ, hogy ha az elit, a politikai elitet nézed, akkor senki nem tudott úgy tekinteni rá, mint a köztelevíziózás ikonjára, ugyanis soha senki nem bízta meg azzal, hogy vezesse például a köztelevíziót. Pedig, ez is egy elismerés. Pedig háromszor is. Lehet úgy venni, igen, hogy ezzel ismerték el, hogy nem pártos, de hogy alapvetően mindig ment az ő SZDSZ-esezése már 1990 óta, tehát a napzárta időszakkal elkezdődött a szélesebb körben is az, hogy jó, az ilyen SZDSZ-es, mert egy csomó SZDSZ-es volt, meg SZDSZ-hez kötődő téma volt abban a műsorban, volt aztán olyan, hogy meg ugye lekeverte Anta Józsefnek, mikor megnyerte, és ő lett a miniszterelnök, akkor lekeverte azt a beszédet, és egy csomóan úgy értelmezték, hogy azért, mert nem szereti az Anta Józsefet az SZDSZ-es. Szó nem volt erről, arról volt szó, hogy a háttérben olyan dolgok zajlottak, amit úgy ítélte meg, hogy nem való, tehát hogy nem tesz jót a friss demokráciának mondjuk azok a jelenetek, amelyek mondjuk a miniszterelnök hátterében voltak. Ettől függetlenül mondjuk akkor Antal például abszolút, tehát vele nagyon jó beszélő viszonyban volt. Sok mindenben nem értettek egyet, de beszélte, kikérte a tanácsát is még úgymond, ha jól tudom, én erről így értesültem. Tehát hogy de szerintem az átlag néző, aki nem volt tagja valami mozgalomnak, pártnak, semmelyiknek, ott egyértelmű volt, hogy a Baló az olyan, hogy igen, neki képernyőn kell lenni, tehát hogy tud kérdezni, ezt szerintem úgy a nagy tömegek úgy nem kérdőjelezték meg alapvetően. A politikai elitek azok szerették volna a kevésbé autonóm figurákat, és hozzájuk sokkal inkább kötődő figurákat ott tudni általában a fontos, és ott is tudták.
nem biztos, hogy jó lehetett valahogy, hogy főnökének lenni, úgyhogy tudod, hogy egyébként a beosztottad jobban ért a történethez. Neki sem biztos, hogy jó, vagy biztos nem volt jó az, hogy nem tudja megcsinálni azt a fajta közszolgálatot, amelyet egyébként nagyon is átgondolt és nagyon is kitalált, és itt most nem a kereskedelmi tévézésről beszélek, amiben belebukott abba a kísérletbe is 97-ben, amit elkezdhetett volna, hanem mikor megpályáztatott tényleg a köztévének az elnökségét, akkor egy nagyon, nagyon kultúrafókuszú, nagyon közösségfókuszú, tényleg érdemes visszakeresni, bár most megpróbáltam, és már nincsen fönt a honlapjukon, az MTVA honlapon az akkori pályázatok, de régen akkor olvastam 2008-ban, mikor volt, és ez egy nagyon jó pályázat volt. Tényleg. Kertotével közösen fogalmazták meg. Igen, tehát hogy ez kifejezett olyan pályázat volt, amit olyan úgy szívesen nézett volna az ember, egy köztelevízió, nem pedig egy állami tévé. És szerintem ez azért sugárzott belőle nagy tömegek felé, tehát nem szokták volt utálni, kivéve a nagyon szektások. Szerintem ez nagyjából így nézett ki. Ugye volt egy pillanat még 2009-ben, ami szerintem különösen szembeötlő, hogy egy sajtótájékoztató keretében arról beszélt az akkori köztelevízió különböző csatornáinak elnöksége és Baló György. Ugye ez is fontos, hogy valamiért azt érezték, hogy muszáj üdvözölni Baló Györgyöt, mert valójában ő az autoritás, nem pedig a ma már egyébként valószínűleg senki által meg nem nevezett akkori vezetőség. Szóval egy sajtótájékoztató keretében beszéltek arról, hogy a televízió használati előfizetői díjaknak a megszüntetése a 2010 előtti kormányzat által hogyan fogja kiszolgáltatni a köztelevíziózást a politika önkényének. Surprise, ez történt 2010 után, nyilván csak emiatt, de azért ez is valamilyen szinten közrejátszott, és ott Baló György egy rövidebb értékelést engednek magának, ami nagyon rímel azzal, amit te fogalmaztál meg, Péter, igazából a saját megemlékezésedben. Végigveszi azt, hogy igazából mik voltak a legfontosabb stációk, ami az ő megítélése szerint aláásták a köztelevíziózás lehetőségét Magyarországon. Nézzük meg most ezt a rövid bejátszást, talán pedig Péter, nálad lesz a szó. Nincs olyan példa Európában, hogy eltörölték volna a készülék használati vagy előfizetési díjakat. Így módon, mivel Magyarországon ezt eltörölték, ennek következtében a magyar közmédia egyértelműen kormány és költségvetés kiszolgáltatottá vált, és nincs normatív finanszírozása. A helyzethez még annyit, hogy nagyon gyorsan én néhány dátumot kiragadok, és utána az uraké lesz a szó. Ugye 1989-ben a háromoldali tárgyalások során nem sikerült megállapodni egy médiatörvényről, minden másról igen. Három kormány hat évébe telt egy médiatörvény létrehozása, ezt 1995 végén elfogadták. A célja ugye az lett volna, hogy létrehozza a duális médiateret, ennek a fele sikerült, a kereskedelmi terezés létrehozta, a közmédiát ellehetetlenítette. Szóval Péter, igazából te arról írsz a saját megemlékezésedben, hogy az Iris TV néven futó kísérlet, amit a Mark Palmer egykori amerikai nagykövetnek a közreműködésével próbáltak megcsinálni, szóval ugye azt alapvetően egyébként később a bíróság is kimondta, hogy jogosulatlanul kaszáltak el, ezután volt TV3 néven egy kísérlete Baló Györgynek, és számtalanszor próbálkozott azzal is, hogy a köztelevízió elnöke legyen. Ugyanakkor te magad igazából arról írsz, hogy te sokszor azon is vitatkoztál vele, hogy egyáltalán érdemes-e ebben az országban köztelevíziót működtetni adófizetői forintokból. Változott ebben a véleményed Baló György hatására? Nem. Sőt. Hát szerintem Baló pályája és az újabb és újabb elbukásai menedzserként, pedig valószínűleg ő nagyon felkészült, teljesen véletlenül egyébként pont a megemlékező cikk után írt rám valaki, aki pénzügyi vonalon dolgozott vele együtt ezen a bizonyos pályázaton, egy pénzügyi menedzser egyébként. És ugye az is, az a párszor, amit írt, az is megerősíti ezt, hogy ő azért nagyon tudatosan és a kor színvonalát messze megelőző módon készült ezekre a projektekre, tehát hogy kereskedelmi tévét csináljon. És mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ő erre a legfelkészültebb, és az ő pályázata is a legjobb, a legtöbb pénzt is adta volna érte már ez a befektetői csoport. És ennek ellenére elkaszálták ezt a pályázatot, ez személyesen által Korn Gyula döntése volt, mégpedig pontosan azért, amit előbb a Stumbandi is mondott, mert hogy őt egy ilyen SZDSZ-es figurának állították be főleg, és hát az volt hát a Hornak pedig volt ugye egy speciális viszonya az SZDSZ-szel, különösen az SZDSZ-nek egy meghatározó csoportja, vagy meghatározó szárnyával. És hát ebbe is belebukott, a köztévés
Hát ugye ott visszatért, és próbált, szerintem már neki is igazából egy ilyen menekülő útvonal volt később a köztévé. Tehát visszamenekült a köztévébe kvázi. Tehát nála lehetett látni ezeket a, és tudom, hogy ez ilyen rosszul hangzik talán, de ezeket a meneküléseket, hogy igazából a nagy projekt az Iris TV lett volna, akkor a TV3-mal megpróbáltak ebből menteni valamit, és ugye az a furcsa, hogyha ott még szerintem kibírnak néhány évet, mert a TV3 kábel TV volt, igen, de még nem volt akkor elég kábel TV az országban, hogy igazából ez életbe tudjon maradni. Ez csak a 2000-es évek valamikor közepén, tehát inkább ilyen 2002-3-4 után, amikor meg lesz az a kritikus tömeg, ahová, hogy elérnek ezek a kábelszolgáltatók nagyon sok helyre, akkor lesz ez igazából fenntartható biznisz. Eddig nem tudta kihúzni, és ugye 99 végén azt hiszem gyakorlatilag 2000-et már nem érte meg szerintem a TV3. Pedig az a plusz három év tényleg, amikor a Hír TV, ATV ugye elkezd fölnőni, és mindenki elkezdi tudni nézni. Hát, hogyha akkor még van TV3, akkor szerintem simán másképp alakul a média történelmi itthon. Persze, de visszatérve a köztévé kérdéshez, igen, én ebben radikálisan más állásponton voltam, és azóta történtek, és hogy mivé vált végül is Magyarországon a közmédia, az csak megerősít ebben, hogy én azt a meglehetősen radikális álláspontot képviseltem, ami egyébként a világ egy csomó országában létezik, hogy nem szabad állami pénzből, közpénzből fönntartani ilyen médiát, be kellett volna szépen zárni. Én szerintem semmi olyat nem csinált ebben a nem tudom én hány évben, most már mennyi, 34, ugye? Jó számolom. 34 évben a rendszerváltás óta a közmédia, ami miatt szerintem hiányozna. Vagy ne tudta volna megcsinálni egy jó működő kereskedelmi média. Egy jó működő kereskedelmi hírtévé akár. De 2006-ban akkor hol hangzott volna el szerinted ez a nevezetes Gyurcsány Orbán interjú, hanem az MTV-n? Tessék? Hát bárhol elhangozhatott volna. Vagy ha nem hangzott volna el, akkor mi bajunk lenne? Mi történt? Egyébként eljutott eszembe tényleg, amit te mondasz, hogy viszont a TV3, ha MET TV3, egy olyan iskolát teremtettek azért ők ott meg ilyen közszolgálati igénnyel, meg tanítottak meg embereket, fiatalokat a szakma alapjaira, akik ma a szakmában dolgoznak. Nálunk például az RTL-ben több olyan, elég sok volt TV3-os kollega dolgozik, a Híradóban riporterként, igen, külpolitikai szerkesztőként, híradószerkesztőként, a házon kívül felelős szerkesztője Kovács Mihály is, tehát hogy azért ott volt egy olyan csapat, ami... Nagy keltető lett a TV3, igen, a TV3 Híradó. Így van, tehát azokban mind ott van a való nyoma. Endre, te nem foglalkozol politikai újságírással, mégis a megemlékezésedben eléggé meggyőzően írsz amellett, vagy érvelsz amellett, hogy milyen meghatározó inspiráció az, ahogyan Baló György az újságíráshoz viszonyult. De meg lehet-e fogalmazni, hogy ez pontosan miben áll, tehát, hogy ha nem foglalkozol igazából politikával, akkor mi az, amiben tudsz építkezni az ő, nem tudom, kérdezéstechnikájából, újságírói magatartásából, és így tovább? Múltkor beszélgettem Mészáros Mátéval, jeles kitűnő magyar színésszel, aki azt mondta, hogy hiányoznak szerint az ő szokmájában az igazodási pontok. Tehát a zsinór mérték nincs, vagy nagyon kevés. Szerintem Baló az volt. Hogy ezt hogy lehet elérni, hogy gondolja azt egy fiatalember, hogy a Balónak a szava, értékítélete, munkássága az irányadó, szerintem ehhez valami elvhűség, vagy valami fajta tisztesség és erkölcsösség kell, hogy társuljon, és szerintem ez a Balón, legalábbis a tévénéző távolságából számomra, ez átsütött. Megnéztem most ezt a bizonyos Gyurcsány Orbán interjút, ugye én soha nem készítettem politikai interjúkat, nem is szeretnék, de az jutott eszembe, és csak a magam nevébe beszélek, tehát akinek nem inge, ne vegye magára, hogy egy másfél évvel ezelőtt készítettem a Vígszínházban talkshow-t, ahol Kern András is szerepet vállalt, elképesztő formát futott Kern, tehát leestünk a székről, annyira nevettünk rajta, kapásból, neki volt kedve komédiázni, röhögésbe fulladt az egész műsor. És fölhívott engem egy igen jeles magyar stand-upos, aki egy percig azt kiabálta a telefonba, sehol nem vagyunk, sehol, mondta a saját generációjára. És engem akkor megdöbbentett, hogy meglátták Kern Andrást 70 évesen, aki bejött, és azt mondta, hogy na jó, akkor most csinálok egy műsor. Igen jeles és sokra jutott magyar stand-upos, nekem ezt egy percig sorolta, hogy nekem ez jutott eszembe tegnap, mikor megnéztem
ezeket az interjúkat, ahogy nyit. Tehát a Gyurcsánytól azt kérdezi, hogy hogy van? A lelke érdekel. Hogy van? És nézi Gyurcsány Ferencet, aki látnivalóan elkezd ezen gondolkodni, hogy őszintén kéne válaszolnom. Tehát a Balónak a tekintete, jelenléte, a tekintélye valahogy mindenkit, szerintem legalábbis a maga koordináta rendszerén belül őszinteségre sarkalta. És ugyanúgy járt el Orbán Viktorral szemben. Tehát én egymás után néztem meg. Nem lehet azt mondani rá, hogy valakivel szemben pártos lett volna. És hogy mit lehet még tőle tanulni, pont szerintem nekem ez az, ami nagyon meggyőzött írva ezt a cikket, hogy nem kell interjúkat adni, tehát nem fontos az, hogy mi egyébként máshogy is jelen legyünk a magyar médiában, mint kérdezőként. Balúnak ez fontos volt. Péter nyilván jobban ismerte, mint én. Nem vagyok benne biztos, hogy neki a közszolgálati televízió az menekülés volt, vagy pótszer. Szerintem ezt az embert legyűrhetetlen szenvedély fűtötte az irányba, hogy összefüggésekre, folyamatokra rávilágítson ebben az országban, hogy edukáljon, ha úgy tetszik. Tehát olvastam el egy interjút, ahol azt mondta, hogy szerintem a legnagyobb hiba, hogy azt gondolják a magyar lakosságról, hogy kifejezetten művelt és jól informált. Szerintem ezt a részét túlbecsüljük. De a legnagyobb hiba, amit elkövetünk a magyar lakossággal, hogy alábecsüljük a befogadó intelligenciáját. Ezek nagyon fontos és pontos irányadóak számomra. Soha nem volt okoskodó. Tehát nem úgy akarta sok szaktársával szemben szerintem elmagyarázni a dolgokat, hogy az ő világlátása vagy az ő fejében lévő gondolatok jutottak volna érvényre. Ő a vele szemben ülő emberek által szerette volna megmutatni ennek az országnak azt, hogy mi, hogyan és miképp működik. Kevesen emlékeznek szerintem a Kassa című műsorára, aminek voltak éppen ez volt a lényege. Összegszerűen, költségvetések vonatkozásában, a legapróbb szintről indulva mutatod be ágazatokat, folyamatokat. Iszonyatosan hasznos volt, amit ő csinált. Engem akkor még annyira nem érdekelt a politika vagy a közélet. Követtem, de azért nem merítkeztem ebben el. Egész biztos, hogy nézném, ha lennének ezek a műsorok. András, te foglalkozol utánpótlás képzéssel is. Ha mondjuk ezt a 2006-os Orbán Gyurcsány interjút levetítenéd fiatal újságíró tanoncoknak, mi az, amire fölhívnád a figyelmet? Tehát mi az, amit szerinted érdemes figyelni, hogyha valaki esetleg elszalasztaná, akkor mi az a szempont, amit érdemes rögzíteni magában, miközben nézi az interjút, amiből tanulhat valamit, hogyha újságírásra szeretné adni a fejét? Ez most kellemetlen lesz egy ilyen megemlékező műsorban, de pont ezt a két interjút nem mutatnám meg. Szerintem ezek nem Baló György legjobb interjúi, messze nem. Tehát mondjuk azt a szeptember 18-at, azt, hogy hogy csinálunk élő adásban, hogy marad meg a lélek jelenlétünk, miközben ég az autónk, stb., az biztos megmutatnám. Tehát, hogy tök minden mi van, te itt most a közszolgálod, ez a dolgod, hogy arról beszélj, ami az országot érdekli, és a magán problémát, hogy egyébként a te autód ég, az majd műsor után lehet probléma, és most nem is, ezt ő gyönyörűen hozta. Ebben az Orbán Gyurcsány interjúban tényleg úgy, ezek nem a legjobban sikerültek szerintem. Abból a szempontból persze igen, hogy amit viszont nem lehet tanítani. Tehát ezt a Baló is mondta, és ebben tök igaza volt, hogy vagy ott vagy a képernyőn, vagy van jelenléted, vagy nincs. Csumi. Ez tanulhatatlan. Tényleg. Úgyhogy ezért nem vetíteném le, és ott azért tényleg voltak olyan dolgok, amelyek nem voltak rá jellemzők, és lehet, hogy akkor extrán sokat kellett dolgozni azokban a napokban, hetekben, ami mondjuk ilyen felkészületlenségen lehet kapni ezekben az interjúkban, úgyhogy nem ezeket ajánlanám, hogyha fönn lenne egy csomó másik, igen, akkor bőven szemezgethetnénk olyanokból tényleg a bármikori választási, hát az, hogy fejből tudja azokat, és nem a fülére van sugva, egy csomószor még a 90-es évek elején nem az van, hogy ki van neki vetítve, meg a fülére van sugva minden, hogy akkor ott ki az induló, meg ki a jelölt, meg ki hogyan áll, nyilván az egy idő után igen, de úgy tudja fejből az egész országot, tényleg annyira képbe van arról, minden megyéről, arról, hogy néznek ki a választókerületek, tehát ez egészen átsütött a jelenlétén, hogy nem kell ezeken gondolkodnia, mert nem tudom, megtanulta valószínűleg. Tehát leült szerintem, és bevágta. De hogy ezt meg kell csinálni, tehát hogy nem lehet a melót megspórolni, és hogyha a meló benne van a sztoriban, akkor meg nem kell showmankedni. Uh-huh. Akkor az át fog jönni, hogy a tudás az ott van, mert elég magabiztos leszel ahhoz, egyszerűen a tudás tesz magabiztossá, hogy ne kezdjél el izzadni, meg ne gondold, hogy valami pótcselekvéssel kell lekötni a nézőt. És szerintem ezt mindig meg lehet. Mondom, pont ez az Orbán interjúban van egy
rész, amikor Orbán Viktor azt mondja, akkor idézem pontosan, mire gondol, és akkor ott nem tudja megmondani, hogy... És hogy mivel csak ezek vannak fönt, azért mondanám nézőknek, hogy nem ez volt rá jellemző. Tehát, hogyha valaki az alapján akarna valami ítéletet hozni arról, hogy milyen újságíró volt, nem ajánlom. Sőt, tehát mindig iszonyú felkészült volt. Csak azt akartam erre mondani, hogy Szegvári Kati mondta, hogy ha létezik a definitíve anti műsorvezető, férfi műsorvezető típus, ha ezt tanítani kéne, akkor biztos nem a Baló lenne az, már hogy nem volt soha iszonyú, nem tudom, ilyen szabályos arcú, képernyős figura férfi, nem volt soha nagyon elegáns, nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal, hogy így hogyan öltözködjön, hogy nem, egyáltalán nem törődött ezzel. Ugye beszédhibája is volt, függetlenül attól, hogy én nem vettem észre, de hogy valószínűleg itt a kulcs, hogy és mégis működött, és mégis jelen volt, és mégis lekötött mindenkit, meg irányt adott, nem csak a szakmában, hanem az embereknek is, hogy eligazodjanak a világukban. Mert hogy ezt én láttam, hogy ő mit készül egy-egy adásra, úgyhogy nagyon profistábbal dolgozott. Tehát Vidos Mihály szerkesztője az nagyon-nagyon hosszú évek óta jobb kezeként segített a felkészülésben. De soha nem spórolta meg a Gyuri, hogy utána nézzen, hogy felkészüljön, akkor is, ha nem politikai interjúkat, vagy nem politikusokkal készített műsort, hanem egészen akár kultúráról, akár bármiről is. Ő mindig felkészült, és figyelt, mindig odafigyelt az interjú alanyokra. Tehát olyan szuggesztíven tudott figyelni arra, akivel éppen beszélt, egy pillanatig nem jutott az embernek az eszébe, hogy így jó, most csak azért, mert ez a munkája, hanem tényleg kíváncsi volt rá, különben nem hívta be. És még valami, a kíváncsiság az abszolút, tehát hogy az végig meg volt benne, de az, hogy valahogy tényleg képviselte, vagy rangot adott a nézőnek. Én nézőként azt éreztem, hogy ha ez itt a közszolgálat, és mondjuk Új Péter nem szereti magát a műfajt sem, de mégiscsak ez a mi adófizetői forintjainkból van ez a tévé fenntartva, és itt ez a figura, aki tehát az én nevemben kérdez. És hogyha ez ilyen minőségben kérdez, és ennyire pariba van, vagy magasabb szinten van érzésben egy politikussal szemben, vagy legalábbis biztos, hogy egy szinten van, akkor tényleg azt éreztem én ilyen 20 évesként is, amikor ezeket néztem, hogy jó, hát ő képvisel ugye engem a közszolgálati médiában, akkor polgárok vagyunk. Nem alattvalók. Fel se vetődik, hogy azok vagyunk, hiszen... Ezt fogadom meg a cikkedben is, igen. Tényleg, nekem ez jött le, ez az érzés, hogy olyan tekintélye van, miközben engem képvisel és mindnyájunkat a döntéshozókkal szemben, hogy tehát akkor a népnek van tekintélye. Nekem valahogy ez jött át belőle. Sőt, azért időnként az egy-egy politikus fölött is lehet. Hát igen, az még nem nehéz azért, tehát hogy... Annyiban hagy egészítsem ki, de csak az én véleményem, valóban lehet, hogy láttam Baló Györgytől jobb interjúkat, mint a 2006-os két interjú. Látnivalóan minden szereplő zaklatott, látnivalóan Baló nem biztos, hogy aludt az előző éjszaka. Én is erre tippelnék. De hogy olyan drámai pillanatai vannak, tehát nem tudod levenni a tekinteted róla, hiszen egy miniszterelnökkel élőben kvázi összeveszik, és elgondolkodtatják egymást az érveiken, hogy mi a felelőssége a közszolgálati televíziónak egy ilyen helyzetben. Az egy fontos mondás, egyébként az Antalnak is mondta annak idején, hogy nem az a dolgunk, hogy most így reklámozzuk a maga csodálatos reformterveit, mondja a Gyurcsánynak, aki már akkor is megpróbálja ugye minden politikusok kedvencét, hogy nem magának az lenne a dolga, szerkesztő úr, kicsit ilyen kvaterkázósan megpróbálja, és a Baló szerencsére nem megy bele. Tehát hogy ez mondjuk tanítható tényleg, hogy benne marad az újságírói szerepben, és elmondja, hogy nem, nekünk nem az a dolgunk, hogy... Ahogy Orbánnal sem megy bele, ugye ő azzal nyit, hogy régi párost alkotunk, nem lehet itt baj, mert ugye mind a két szereplőt arra bíztatja, hogy egyenesen és kőkeményen fogalmazzanak. És megpróbálja erre sarkalni Orbánt, aki először csak legyint, hogy hát mi rutinos páros vagyunk, nem lesz ezzel baj, de nem megy bele az utcájába. Megőrizte a saját integritását és tartózkodását. Egy nagyon számomra emlékezetes pillanat feltétlen volt benne, amikor Baló nagyon helyesen, csak hogy milyen trükkjei voltak, fejezte ki a saját indulatát például Gyurcsány Ferenccel szemben. Azt mondta, hogy miniszterelnök úr, ha most kocsmával lennék, én most rácsapnék az asztalra. De nem tehetem meg, mert ez egy televíziós stúdió. De álljunk már meg egy pillanatra. Tehát, hogy olyan elegánsan, eszköztelenül kifejezte azt, hogy ácsi. Gyurcsány természetesen remekül reagált, és azt mondta, hogy mindenkit lebeszélnék arról, hogy asztal csapkodjon, még ha a Magyar Televízió sztárműsorvezetőjéről is van szó, mire Baló rögtön azt mondta, hogy senki nem fog csapkodni, és a sztárműsorvezető az nem én vagyok. Tehát ezek a nagyon éles nyelvű, de mégis profi riposztok adnak ennek az interjúnak szerintem egy olyan üzemanyagot, töltetet és tartalmi erőt, hogy szerintem én levetíteném a fiatalokat.
Négyeteken kívül Pető Péter írt még egy cikket, ahogy azt említettem a felvezetésben, és ő így fogalmaz egy ponton. Utolsó műsorának a címe az volt, magyarul Balóval, szimbolikus, mennyire mélyen beszéli el életművét egyetlen szó. Ezt is szépen lehetne írni arról, miként üzen meg annyi mindent, amit az újságíró magatartása állított. Leginkább azt, hogy ez a hazánk, s nincs másik, hogy ez a kultúránk, és nyelvünkön a lehető legdemokratikusabban, leghozzáférhetőbben kell bemutatni a lehető legbonyolultabb konfliktusokat, ügyeket is. Péter, ebbe se lehetne kiegyezni, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a nem tudom, kereskedelmi televíziózástól nem feltétlenül lehet elvárni ezeket az elveket, és akkor ilyen szempontból ez lehet egy közszolgálati televíziózásnak a minimuma. Szóval, hogy amennyiben egyetértünk azzal, amit a Pető megfogalmaz, hogy mi a nem tudom, balói lényeg, hogy azért nem volna rossz, hogyha lenne olyan televíziózás, ami ezt képes lenne teljesíteni, és valószínűleg leginkább még a köztelevíziótól várható el ilyesmi. Sok minden nem volna rossz. Az biztos. Lenne még néhány dologra ötlete. Hát igen. De azért az sem véletlen talán, hogy így, hogy így 70 éves korától hol dolgozott Balogh György Magyarországon. De azért ott csak kezdődik. Ezt kell belátnunk, bocsidit, tehát azt kell mondani. Nem, én csak zárójelbe akartam megjegyezni, csak hogyha nem, már ez valóban fontos. Tehát, hogy azért az mindent elárul szerintem az egész magyar média helyzetről, hogy a 70 éves Balogh György ez egy RTL klubban kapott önálló műsort, és nem a közszolgálati televízióban. Azért csak így ezt. Bocsánat, Pétert nem akartam félbeszakítani. Jó, nem feltétlenül ennek az emlékműsorok a tárgya, de hát ugye azért az, ami a magyar közszolgálat körül zajlott az elmúlt 30 évben, az azért, jó, nyilván ez egy leképeződése a hatalmi és társadalmi viszonyoknak, tehát ez nem egy magában álló dolog, de azért ez nagyon csúnyán visszaéltek nagyon sokan. A Balogh nyilván ebben kivétel volt, bár én őt is, tehát volt egy ilyen speciális viszonyunk, amiben én is fasziztam ezzel rendszeresen, hogy ez a BBC-zés, tehát hogy nagyon sok ilyen konferencián meg itt ott összefutottunk, ahol állandóan ez a közszolgálatiságozás volt, aminek a vége azért csak az lett, hogy a magyar állam kifizetett egy valakpénzt a magyar televízióra, ami olyan volt, amilyen esett vissza a nézettsége, pártos, rossz műsorokat csinált, semmilyen módon nem tudnám azt mondani, hogy pozitívan tudott volna hozzájárulni a társadalmi viszonyoknak bármilyen alakulásához, de ez a média elit, amelyik ott nagyon jó fizetésért volt, ez mindig el tudta azt játszani, hogy ez de kurva fontos a világnak, és minden ilyen konferenciára szó volt, és én rendszeresen ilyen konferenciákon futottam vele össze, és mindig frasztíztam ezzel, hogy oda mentem, hogy te Gyuri, itt azon, hogy itt a BBC alapelvei alapján kellene valamit csinálni, és így halálkomolyan elkezdtem előadni. Az ilyen bunkó viccekhez nekem különösen jó érzékem van, szabad szerénytelenek lennem. Egyébként a másik meg, hát azt bele sem mertem írni a cikkben, az a Subaru miatt. Azt a Kert Attila megtette. Mit, hogy? Vagy mire gondoltál a Subarujára, nem? Ami elégett ott 2006-ban. Igen, hogy ez rendszeresen ilyen poénak elvettem, és nem nagyon szeret. Tehát az látszott, hogy neki, tehát az, hogy ott mennyire, az nem tudom, hogy a stúdióban már tudta-e, hogy mi történt kint, de hogy azért ez nagyon rosszul érintette annak az autónak a felé, nagyon szerette azt az autót. Igen, nagyon. Ezt erről is beszéltem. Igen, nekem ugyanolyan autóm volt, tehát tudom, hogy miről van szó, és hát, aztán, hát ezért ilyen bunkó vicceket néha sütöttem el erre a bizonyos Subaru-ra, próbálva oldani a feszültséget ilyen módon. Ja, úgyhogy a Subaru fűtő értékéről meg ilyenekről, de hát ugye ilyen hülye poénokat arról érdemes csinálni, igazából fájdalmas, meg erős dolgokról érdemes csinálni. De nagy jelentősége nincs, mondom, de ezt már nem mertem előhozni ebbe a cikkbe. Záró kérdéskör. Nem akarok ilyen irányba elmenni, hogy mégis mi a balói életmű lényege, öröksége egyáltalán, hogyan lehetne összefoglalni, mert nyilván erre nem lehet válaszolni egyetlen egy mondatban, akár kettőben sem. De hogyha egy jelzővel kellene jellemeznetek azt az újságíró magatartást, amit Balogh György megtestesített,
és amire szeretnétek fölhívni a figyelmet, amit szerintetek ilyen szempontból megkülönbözteti őt, de egyébként a MÁV-ban is érvényes lenne, és jó lenne, hogyha adott esetben hogy olyan széles körökön átívelő szakmai konszenzusnak lehetne az alapja, hogy mégis mit gondolunk az újságírásról, akkor hogy hangozna az a jelző számotokra? Ő biztos, hogy a közszolgálatiságot mondaná, akkor is, hogyha tetszik a Péternek, akkor is, hogyha nem. Ez egészen biztos, lehet, hogy a BBC-vel is előjönne egy idő után, de a közszolgálatiság azt nem stimmel, és a közszolgálatiság az létezik, tehát hogy létezik ebben a stúdióban is, most nem akarok szembedicsérni, de tényleg az, hogy mondjuk te nem valami bulvárizé, vagy pedig valami anarcho-szindikalista, nem tudom, balos propaganda terméket csinálsz, hanem mindenféle szereplővel próbálsz beszélgetni, és a többi, az igenis van hatása, nem tudom, konkrétan rád volt a hatása, de az, hogy láttál olyat, hogy igen, ehhez is ugyanúgy állunk hozzá, stb., mert van egy szakma, aminek vannak szabályai. Vannak módszerei, azokat meg lehet tanulni, most valaki vagy jobb, vagy tehetségesebb, vagy rosszabb, tök mindegy, de hogy ez létezik. Ezt hívják közszolgálatiságnak, amelyhez nem kell, valóban nem kell, hogy létezzen közszolgálati televízió konkrétan, amit az állam tart el. Ezek az újságírásnak, hogy az újságírás az végülis a közszolgálja. Hogy nem azért van, csak Magyarországon már egyáltalán nincs azért, hogy pénzt keressen, tehát hogy piaci alapon ugye nem működik, hanem hogy van egy ilyen közszolgálat jellege mindenképpen. Szerintem a balói életműnek a hatása vagy a jelentősége a MÁV-ban az ez. Felolvashatok valamit? Simó György találtam meg, tudomásom szerint ez egy 81-es tanulmány, egy percbe. Persze, hogyne. Elmondanám, szerintem nagyon fontos. Mindenek előtt a műsorkészítő sokoldalú nyitottságát tartom fontosnak, azt a képességet, hogy igaz és lényeges kérdéseket fogalmazzon meg, alapos, előzetes felkészülés után. Azt hiszem, aki ezzel a képességgel rendelkezik, aki alaposan készül, aki tudja a szakmáját, akinek önmagával szemben támasztott igénye, hogy az adott téma minden lényeges tényezőjét, érdekeltjét, véleményforrását figyelembe véve dolgozzon, aki ezek után minőségi, lényeges és igaz információkat csoportosít és tömörít, aki törekszik arra, hogy a tényleges érvényesülő konfliktusokat és érdekviszonyokat tükrözze és ütköztesse fontosságuknak, súlyuknak, szerepüknek megfelelő arányban. Aki mindezek közben felnőttnek tekinti nézőjét, hallgatóját, és bízik annyira önmagában és befogadójában, hogy nyugodtan rábízhatja a következtetések levonását. Az képes megvalósítani azt, hogy munkája úgy legyen objektív, hogy mégis világosan befolyásol. Engem ez nagyon eltalált, amikor ezt Simó György valahonnan előbányázta, azt hiszem 80-ban írta, 81-82-ben írhatta való ezt a tanulmányt. Nagyon adekvát módon fejezi ki azt, amiről szerintem neki szólt a televíziózás, sokaknak kellene, hogy szóljon. Egy gondolat jutott még eszembe, és a megható volt, hogy nagyon sokan és nagyon szépen megemlékeztek róla. Sajnos nem ismertem Baló Györgyöt, mondom, 20 évvel ezelőtt találkoztam vele. Kíváncsi lennék a hozzá közel állóktól, hogy tudta-e, hogy mit jelent ennek az országnak. Ezt én nem tudom. De ez nagy dolog, hogy 5 évvel később így beszélünk róla, és azt hiszem a Partizánnak is az volt az ajánlójában, hogy megkerülhetetlen alakja. Tehát valami személyes intézmény, bocsánat. Szóval remélem, hogy tudta. Péter. De akartam, hogy bár ez nem egy beszélgetős műsor, hogy reagáljunk mindenre, de hogy miért nagyon rámérni a közszolgálatiság ellenességét, tehát hogy engem nem a tartalmi, nyilvánvalóan nem a tartalmi elemei zavarnak a közszolgálati típusú média csinálásnak, vagy bárminek, hanem az erre való hivatkozás mögött a lopások. Ugye, hogyha azok az emberek, akik egyébként milliárdos magánvagyonokat talicskáztak ki a magyar televízióból, nem egy van, nem kettő, összedobnák ezt a pénzt, és csinálnának belőle egy közszolgálati médiát, az egyáltalán nem zavarna, bár szerintem logikus módon újra ellopnak. Csak most, de azt gondolom nem szükségszerű, hogy egyébként a köztelevíziózás, az a pártfinanszírozásnak legyen mindig is egy ilyen szürke zónás intézménye, tehát ez egy inkább rendszerhiba, sem mint egyébként. Hát jó, hát persze, a pártfinanszírozás, tulajdonképpen az egész ország a pártfinanszírozás valamiféle intézménye lett sajnos, de és nem úgy, ahogy ennek kellett volna, mert egyébként meg fel kell tartani a pártrendszert nyilván, de hát ott nem csak pártokat finanszíroztak, sajnos magáncélokat is bőven. Visszatérve az eredeti kérdésre, ugye, hogy itt hogy mondjak egy szót, vagy valami ilyesmit, én a cikkben is, és nyilván most is
most sem tudok más mondani, az intelligenciát tenném meg ennek a központi jelzőnek. Szóval ugye mindig ezt az okosságot, ezt az intelligenséget éreztem az ő tévés jelenlétébe, és ezt nagyon nehéz egyébként élőben produkálni, azt, hogy te képben vagy, és nem csak, hogy képben vagy, ezt tudom magamról, én nagyon sokszor vagyok, úgy érzem, hogy képben vagyok, de nem tudok egy értelmes dolgot mondani végse a dologról, hogy ezt ott rögtön tudsz reagálni, rögtön tudsz kérdezni, intelligensen tudsz kérdezni, amiben benne van, és hogy akár még udvarias is, de nem megy alá, de nem túl provokatív, ezt például nagyon jól tudta, hogy nem ment át ebbe amit egyébként az újságírói szerep tulajdonképpen hordozna magába, hogy annyira kemény vagyok, hogy provokatív, és ezt csinálják, és sokan, sokan jók is benne akár. De hogy nála nem csúszott át ez a skál, tehát hogy ő nem akart agresszív lenni, vagy direkt módon provokatív. Szóval, hogy ebben van valamilyen ilyen természetes intelligencia, és még csak nem az a fölényes intelligencia, amit megint csak érezhetően, ha már emlékeztet, például Eszterházinál, aki ugye nem tévés volt, messze nem, de nála például, és ez sokakat irült át is szerintem az ő lényeg, hogy volt benne egy ilyen fölényes intelligenség, és ami nekem nagyon szimpatikus volt, de van akit irült át. Szóval Balóban például nem volt ez a fajta fölényes intelligencia, hanem benne ilyen természetes intelligencia volt, és nekem ez volt a legfontosabb. Egyébként pont ezt akartam is mondani, azért jutott eszembe az apámnak, ez a csávó két agya van, tehát ez egy két agyú ember, hogy hihetetlen tudás, anyag, mennyiség, adatmennyiség volt a fejében, és nem lehetett, közben pedig nem úgy használta ezt, és nem úgy viselkedett a környezetével, hogy ez dermesztő lett volna, akár a nála sokkal fiatalabb és sokkal gyengébb képességű, vagy akár alacsonyabb pozícióban lévő emberekkel, tehát hogy így ő például tök simán eldumálgatott a takarítónővel ott a ház előtt bizonyos dolgokról, meg az inflációról, meg a minimálbérről is ugyanúgy, mert nem volt benne ez a fajta fölöttetek vagyok, és nem rúgott bele. Tehát ez ebben a meccsekben, amik látszott rajta, amikor csináltam a műsort, amikor így látszott, hogy így elkapta a gépszi, mert élvezte, mert kihívás volt valakivel beszélgetnie. De ha legyőzte, kvázi idézőben legyőzte, tehát hogyha olyan szituációt teremtett, amiben feketén-fehéren bizonyította azt, hogy na most besétáltál a csapdámba, és meg tudtam mutatni, hogy na hazudtál, nem rugott bele még egyet, ami tehát hogy minden mellett iszonyúan elegáns volt, és szerintem ezért van az, hogy ez a szék, a Baló György szék ott, az így üres, tehát én nem tudok most olyan műsorvezetőt mondani, ami hasonló lenne, vagy olyasmi lenne. Szegény Marci. Mit akartál mondani, Péter? Erről beugrott nekem egy fontos dolog, amit nagyon nehéz pontosan megfogalmazni, mi volt az ő hangja, meg egyébként, hogy mégis volt benne valami visszafogott melegség. Igen. Ami megint csak a televízió egy veszélyes dolog, különösen egy hírűségén, hogyha túlzottan barátkozni akar. De benne volt egy olyan barátságosság, ami pont jó mértékű volt, egy ilyen nagyon visszafogott, de hogy olyan, már maga a hanghordozás olyan volt, hogy ebben az emberben úgy lehet bízni, vagy nem tudom én. Igen, de a hanghordozás az ilyen volt, tehát szerintem az a titok, hogy vele amikor backstage találkozott az ember, vagy éppen még nem kezdődött el a műsor, akkor is ugyanilyen volt a hanghordozás. Igen, igen. Pontosan persze, ugyanígy beszélt, ugyanolyan modorban beszélt. Tök önazonos volt. Ugyanazt látod, ami azért ritka, igen. Tehát van ez a kamera arc egy csomó embernek, aki ott akkor vigyorogna minden, pontosan ugyanolyan volt kamerán kívül, mint kamera előtt. Kiváló végszó, nagyon köszönöm, és mindenjéteknek köszönöm, itt voltatok ma este velem, Moskovics Judit, Új Péter, Stumpf András, Kadarka Endre. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nektek pedig azt javaslom, hogyha esetleg nem olvastátok még ezeket a cikkeket, akkor mindenképpen szálljátok rá az időt, a leírásból belinkeltük mindegyiket. Ami szerintem egyébként különösen izgalmassá teszi ezt a szomorú évfordulót, hogy nagyon ritkán van olyan a magyar sajtószakmában, hogy ilyen széles, átívelő jelleggel jelennek meg írások, és újságírók fognak össze annak érdekében, hogy valamilyen módon fölhívják a figyelmet egy egykori fontos pályatársa, aki már nincs itt, de fontos lenne megérteni a jelentőségét, fontos lenne
lenne ápolni az emlékét. Minél több ilyen típusú együttműködést kívánok egyébként maguknak, és egyébként a magyar társadalomnak, és már azt gondolom, hogy ezen keresztül valamilyen módon azok a nemzeti minimumok, amikről sokat szeretünk beszélni, minél pátoszosabban, minél üresebben, de talán ilyenkor mégiscsak érdemes ezzel a jelzővel élnünk, mert ez valami fajta ilyesmi volt, Baló György valami ilyesmi volt, és a mai este folyamán a ti segítségetekkel ezt tudtunk valamit mi is hozzátenni a magunk szerény eszközeivel. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk tartottatok. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg. Ha pedig bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.